Engem lenyűgöznek a technikai csodák, mint ez a forgónyelű metszőolló. 50 évvel ezelőtt, 1971-ben egy német gazdaboltban nyomtak először ilyet a kezembe. Mondták, hogy vigyázzak, mert az első pillanatban egy kicsit bizonytalan érzés, de én bevallom, hogy az egyetlen perc alatt megkedveltem ezt az ollót. Ez nem az, ez nem egy 50 éves darab, hanem egy vadonatúj, de megvan az 50 éves darab is, hibátlan, működik, és ha barátai meghívnak egy több órás vendégmetszésre kertészként, akkor mindig azt viszem magammal. Most a legjobb nem forgó az az fix nyelű olló van a kezemben. A támasztó pengen nem sokat fogok beszélni, mert ez szinte tökéletesen csavarodik be ide a tenyér párnáim közé, viszont a másikat hosszan el kell magyaráznom a vágás előtti pillanatban, mikor nyitva van az olló, akkor a legkülső új perceim fekszenek föl a másik nyélen, azaz a vágó nyelén, és két lehetőség van a bezárásra. Vagy bezárom így, hogy az új perceim nem mozdulnak, ilyenkor nem jó a meccési geometria, nincs elég erőm egy vastagág átvágásához. A sokkal valószínűbb eset az az, hogy a metszolló nyele az becsúszik ide a legbelső új perceimhez, itt van a legnagyobb erőm, és ebben a pillanatban vágom át. Ez egyben ennek a fixnyelű nyelű a hátránya is, azaz minden vágásnál a metszóló nyél, itt csúszik az új begyeimen, sikálja azokat, bőrkeményedések lesznek, és most kezembe veszem újra a forgónyelű ollót, és megmutatom, hogy mi a különbség a forgónyélnél a forgónyelű ollónál ráteszem az új a nyitott ollónak a vágó pengéhez tartozó forgónyelére, és egyszerűen behajlítom a kezemet. A legjobb meccési pozícióba, a legnagyobb erő kifejtéshez záródnak az ujjaim, anélkül, hogy a nyélhez képest elmozdultak volna az ujjaim, azaz minimális a surlódás, vagy szinte egyáltalán nincsen. Még egy fantasztikus előnye van ennek a forgónyélnek, hogy sokkal nagyobb a felfekvési felülete az ujjaimnak. A legjobb ollóhoz képest is kimértem, és ott is 50%-kal nagyobb felületen oszlik meg az erő. Egy felületesebben tervezett megszólóval is összehasonlítottam, ott akár 250% különbség is lehet. Még két fantasztikus előny. Ehhez nem lehet túlságosan nagy a kezem, vagy hosszúak az ujjaim, semmiképpen nem ütközik fel az új begyem meccés közben, és semmiképpen nem érnek oda a körmeim. Még egy másik is van. Az embernek úgy tűnik, az első pillanatban, hogy ez a szabad mozgású nyél, ez egy kicsit lazává teszi az egész meccési folyamatot, de megmutatom egy ágon, amit előre levágtam, hogy abban a pillanatban, mint ráfogok egy ágra, a nyél forgása megáll. Ebben a pillanatban teljesen biztos fogás, semmiféle mozgás nincs a nyélen. A gyártó természetesen gondolt a balkezesekre is, most előveszek egy balkezes változatot, ugyanebből tökéletes tükörkép, és természetesen gondolt a kisebb kezőekre, a szőlőmetszőkre, és a női dolgozókra is, számukra is gyárt bal- és jobbkezes kisméretű ollókat, nem véletlenül a forgónyelű az ollók királya.